átadták a SEAT új márkakereskedését Győrben. Dr. Walter Katalin ügyvezető elmondta, 24 éves múltra tekint vissza a cég. Felhívta a figyelmet, a Walter Auto Kft. Egy győri szalonnal is bővült. Tehát a kereskedésünk 1993-ban nyílt meg Sopronban, tehát én már 24 éves múltra tekint vissza a cégünk. Ez a győri szalon és szerviz egy nagy álma volt édesapámnak, Walter Dezsőnek. Az ötlet tulajdonképpen onnan jött, hogy 2006-ban a győri Audi gyárban egy úgynevezett TAP program indult, amikor a gyárban dolgozó kollégák kedvezményesen vásároltak SEAT gépjárműveket, és mivel itt Győrben nem volt helyi kereskedés, ezért minket kértek fel a programban való részvételre, az autók átadására, illetve az eladással kapcsolatos bonyolítások elvégzésére. És tulajdonképpen ettől az időszaktól kezdődően már egyre jobban érlelődött a cégvezetés fejében, hogy itt helyben, Győrben is kellene egy szalont és egy szervizt létrehozni, hogy a vásárlókat minél jobb minőségben, minél közelebb ki tudjuk szolgálni. És tulajdonképpen a mai megnyitó ennek a folyamatnak a gyümölcse, a betetőzése, és reméljük, hogy a győri lakosságot, ügyfeleinket nagy megelégedéssel fogjuk tudni szolgálni. Papp Zoltán márkavezető egyebek mellett a SEAT legújabb modelljeiről beszélt. A SEAT most egy nagyon sikeres időszakát éli, hiszen a márka történetének legintenzívebb új modell offenzívája közepén tart. Tavaly év közepén érkezett, mutattuk be a SEAT új első SUV modelljét, a SEAT Atecát. Idén évelején, január-februárban mutatkozott be hazánkba a Leon család ráncfelvarrott verziója. Év közepén érkezik a SEAT Ibiza, amely talán a legismertebb, legnépszerűbb modellünk, és egy vadonatúj modellel fog megjelenni. És év végén pedig érkezik a SEAT Arona, amely egy kis SUV modellünk lesz, ami még szintén egy újdonságnak fog számítani a SEAT modell palettán. Ami leginkább érdekesség a modelleknek, hogy ezekben a modellben megtalálhatók a Volkswagen Concern legfontosabb és leginkább elérhetőbb technológiái, akár a biztonság, akár a teljesítmény tekintetében. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy Volkswagen minőséget tudunk egy nagyon jó versenyképes áron adni, és ehhez természetesen kívülről pedig egy nagyon dizájnorientált, dinamikus modellvezetésű modelleket tudunk ajánlani a győri ügyfeleknek. A legutóbb megjelent SEAT Leon modellben milyen technikai újítások jelentek meg? A legfontosabbak talán a biztonsági technológiák, amik elérhetőek a modellbe. Itt elsősorban a Front Assist alapú rendszerek, ami figyeli az előttünk haladó forgalmat, és adott esetben reagál is a gyorsan megváltozott körülményekre, vagy akár az automatikusan felkapcsoló adaptív fényszórók, vagy adaptív tempomatok, amik viszont megkövetik az előttünk haladó forgalmat. Úgyhogy azt gondolom, hogy a legfontosabb technológiai újdonságok, különösen a biztonság tekintetében elérhetőek már a márkánál.